A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mondom itt a hat mellett. Hat. Háromszor akartam eddig meghalni. Egyébként arról van szó. Akarok sütni, várja, behagyjuk a listát. Here it is the paper. Vedd már, csöng a telefonom. Az operatőrömnek csöng a telefonja. Gyerekek. Halló. Na, gyerekek. Megvan a bevásárló lista. Akkor mennyi? Erigyé. Nem akarsz ingyen kóstolni? Nem szeretem. Tudod, ingyen kóstolni. Nem kóstolni szeretek, hanem erdi. Látszik, nem? Image stabilization. Most a kezedben van. Most megy. Mindig. Nem mindig. Ha megvan a karaj. Veszünk egy kis izét. Hú, micsoda sokat tettünk. Veszünk margarint. De nem azt a... Hát mondjuk az olcsó fajta pont nincs is, úgyhogy... Déle már. Sült sertészsír. Mondjuk, hogy hogy sült meg a zsír magát, nem tudjuk, de... Jó, kis tej. Jó, hogy... Úgyhogy végignéztem a listát. Remélem, hogy ezt a kis tejfra fizikaira. Vegyük döfte. Mikkel? Nagyon jó. A zsövle az nyilván nem a fajához. Gyújj beleért. Gyerzacskó, ezt úgy kell csinálni. Kivesztek kettőt, belekúrjátok az aljába, és akkor nyugodt szétettem a tétel. Ez lifehacknek számít. Ez már egy lifehacknek számít. És akkor így van egy plusz, és akkor ez a bemancsó módon, hogy szétgurul a picsába az egész, hogy kiszakítja a zsömlének az a kibaszott tüzei széle. Akkor van egy plusz zacskót. Ez meg olyan, mint a closet. Megmutatod még egyszer lassítva? Lassítva. Na jó, nem értünk be, de ez is lehet egy lifehack, úgy ingyen van az acskó. Fokhagymar is. Hihetetlen, csak úgy pazaroljuk ezt az acskót, gyerekek. Az ott egy... Jó, már sikerült. Vizsáj! Hányszor fogunk eljönni ezen az útvonalon még? Valius. Ez is lifehack. Nem, ez szegénység. Borsó vagy kukorica? A borsó vagy kukorica? Na, akkor most valamelyiket a kettő közül veszünk. De valami instrukciót kaptam el, hogy ha borsó, akkor üveges kukorica, akkor meg gond. De ez nem ez a sor. Nem egy ilyen jobb állt. És az operatőr. Kigondoltad, hogy a napkincsnére izé van, konzerv. Hát, veszünk kukoricát is, meg borsót is, mert fingom is, hogy melyik lenne a jobb. Kukoricát, itt a borsó egy. Water closet paper kell. Az mi? De az se innen. Plotyóban. Water closet. Water closet. Nem potyantot, de ez ilyen öblejítős, vízzel öblejítős. English. Akkor ennyi volt. Ilyen
Na, gyerekek, bevásároltunk, mint láttátok. Szágunk haza. Szépen gyönyörű, nyilván disznógós, hogy roppant jó. Megsúztuk a tötőjét is, szerintem így egymásra lapóval rakom. De lehet, hogy el fog férni. Jó elvárták, tehát ez ragaszkodott rajta. No, gyorsan megsúztuk, hogy nyilván legyen valami íze. Tehát ez megvan. Gyorsan így rávandosom kukhagymát. Én szeretem egy kukhagymát. Ezt tudod mi? Ez zárójelben. Fantasztikus vagy. Na, én szeretem a kukhagymát. Természetesen nincs, tehát az nem fog belekerülni a hagyma, mert az nincs. Adunk neki egy kis borsot, mert én szeretem a csipős. Az ott egzotikusan csípős lesz. Bazsalikom. Egyébként ez finom, erre a nagymutter is azt mondta, hogy kurva jó. Oregano borzsót. Sikerült. Nagyon jó egyébként. Itt van a házi bögetta. Az előbb hiányoltál. Azért kell sózni, mert ebben nincs annyi só. De ebben viszont nagyon sok fűszernövény van. Ilyen répa, fehér répa. Hát mind a rendesben, csak ugye ez házi. Házi, tehát nincs biztos szark. Paradicsom! Most itt volt pont egy fél, úgyhogy ez pont rádaragolom. Finom lesz egyébként. Hozok még rá cuccot. Na, rakunk rá akkor még paradicsomot itt. Rászeljük. Szép magyar szertet. Látod? Választékosan beszélek. Paprikát szeretem. Úgy is rakunk rá. Épp egy keveset. Ez csipes? Nem, ez natúr. És itt, amit hiányoltál, ez saját elrakás, ez a paprika, ez kurva erős.
És most jön az egésznek a lényege. Nem zsíron, meg nem olajon. Margarinon, nem amit vettünk most, csak azért kellett, mert nyilván most el fog fogyni. Veszünk ki egy kanalat, és szépen ugyanösen beleoktojáljuk a cuccba a margarin. Sokan egyébként nem szeretik a karajt, mint húst, mert ugye száraz, de ettől margarinos témától ilyen lágy, puha lesz az egész, és teljesen fosza lesz. Tessék megnézni, hogy ez hogy sikerült. Ez nagyjából így kéne, hogy kinézzem. Szorokozok, bassz meg a margarinna! De az üres dobozzal? Nem üres. Elvileg a sütő fölfűzött 150 fokra. Úgyhogy első körben ezt letakarjuk. Ugye először az a cél, hogy ugye megpuhuljon a hús, aztán majd megpirítjuk. A köret még nem dőlt el, vagy borsós, rizses téma lesz. Ez a rizibizi, magyarul. Vagy valami kukoricás, rizses, borsos. Borsós, össze, mashup cucc. Aztán megnézzük, hogy mi van a sütőben. Adunk neki egy kis időt. Gyerekek, ennek a sütögetésnek igazából a végét azt csak úgy tudom megmutatni már, hogy itt egy kép, nézzétek meg, ilyen lett a hús. Nagyon finom volt. Igazság az, hogy mire én tudtam volna erre videót csinálni, hogy ez kész lett, már rárett rabolva és már kajálták. Tehát igazából lemaradtam az akcióról. Ilyen lett, nagyon finom lett, én is ettem belőle, nagyon jó lett. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és minden elérhetőség a videó legalján, mint ahogy megszokhattátok. Na, csoki csú, sziasztok!